A thai buddhista templomokban még élnek az ősi természetes gyógyítás hagyományai. Most a híres thai gőzkamra előkészítését látjuk. A nemes gyógyító gőz és a gyógynövényes zsákok összetevői indiai citromfű, kaffir lime, fahéj, galangra, tamarind, édeskömény, ánizs, sáfrány, kardamom, kurkuma, kinin, szantál, szegfűszeg, koriander, eukaliptusz, kájeput, édesgyökér, gyömbér, indiai szezámmag, valamint kámfor. A szauna mestere egy szerzetestől tanulta a tökéletes, tisztító és nyugtató főzet titkos receptjét. A jól összeválogatott és előkészített gyógynövények levéből gerjesztett gőz rendkívül alkalmas a következő betegségek kezelésére. Idegrendszeri zavarok, mozgásszervi betegségek, légúti panaszok, allergia, fejfájás, belső és külső fertőzések, bőrbetegségek, vérkeringés javítása, ízületi panaszokra, reumára, feszültségoldásra, fájdalomcsillapításra, a stressz csökkentésére, bőrfiatalításra, gyomorpanaszok ellen, puffadásra, vizelethajtásra, izomgörcsök elmulasztására, asztma megelőzésére. Amíg a víz felforr, ismerkedjünk meg a különleges thai masszázssal. A technikák jellegét és intenzitását tekintve két rendszer alakult ki. A déli, lágyabb, vatfó stílusú és a keményebb, északi stílusú. A szauna masszőre egy szerzetestől tanulta a fogásokat, a masszírozás tudományát, ami Thaiföldön a néphagyomány része. A thai emberek már egészen kisgyermekkorukban megismerik a masszázs alapjait. A szülők így adják tovább az évtizedek során szerzett tapasztalatokat. Alkalmas a betegségek korai felismerésére, a nagyobb bajok megelőzésére, a betegségek kezelésére. Az igazi thai masszőr nem egyszerűen a fizikai testtel dolgozik, inkább az ember energiatestével, és nem is annyira az izmok gyúrása, hanem az energiapontok nyomása, nyújtó gyakorlatok alkalmazása a lényeg, valamint az általános, jó közérzet kialakítása, megtartása. Ha visszatekintünk a thai masszázs hagyományára, láthatjuk, hogy Thaiföldön a masszírozást sohasem munkának tekintették. Lelki gyakorlatnak tartották, mely szorosan összefügg Buddha tanításával. A legutóbbi időkig a vatok, azaz a templomok voltak a masszázs oktatásának és gyakorlásának helyszínei. A leghíresebb és napjainkban is a legfontosabb masszázsiskola a Wat Phoban található Bangkokban. Talán furcsán hangzik, de Thaiföldön a templomon kívüli masszázsszolgáltatások bevezetése teljesen újszerű dolog. Az elkötelezett masszőrök a metta, azaz szerető kedvesség szellemében dolgoznak. A thai masszázs elméletét pedig a testet behálózó láthatatlan energiavonalak, a szenek fogalma alkotja. Kalauzunk, Karsai Mónika, több mint 6 éve foglalkozik masszírozással. Szívesen és gyakran jár a szigetre, hogy a helyi mesterektől tanuljon, emellett Bangkokban is rendszeresen meglátogatja tanítóit. Tanul többek között a Wat Phoban is, és saját bevallása szerint még mindig tanul, hiszen minden egyes mesternek más és más a technikája. Más a testhelyzetek sorrendje, máshogy alkalmazza a tanult módszereket, nyújtásokat, bár céljuk megegyezik. A fájdalmak és merevségek oldása, a rugalmas, hajlékony állapot létrehozása, testi és lelki értelemben egyaránt, valamint szabad energiaáramlás biztosítása az energiapályákon, a szeneken. S ha már így belemerültünk, látogassunk meg néhány masszőrt a szigeten, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb képet kapjunk az elméletről, és megfigyelhessük, mennyire sokoldalú a thai masszázs. Thank you.
Elsőként Mónika egyik tanítóját ismerhetjük meg. Piung mester családjában komoly hagyománya van a természetgyógyászatnak. Az apja a sziget gyógyító embere volt. Értett a gyógynövényekhez, az orvosi értelemben vett gyógyításhoz, és természetesen a masszírozáshoz is. Piung mester gyerekkora óta folyamatosan tanította az apja, és mára átvette helyét a sziget lakosainak gyógyításában. Nála néha összejönnek a sziget masszőrei szakmai találkozóra, bemutatják egymásnak sajátos fogásaikat, és tapasztalatot cserélnek. Piung mester csak gyógyító masszást alkalmaz, és mindig a fájó területre koncentrál, miközben a masszás során kiegyenlíti az energiamezőket. A masszás végén a negatív energiát mindig a fejen keresztül vezeti ki. Elmélete szerint minden baj forrása a testben elakadt szél, vagy táj nyelven lom. Van a masszázsnak egészen kellemes változata is a tengerparton, egy pálmafa alatt a meleg homokban fekve. Ez a beach masszázs. Ha végig sétálunk a parton, többször találkozunk egy kalapos asszonnyal. Kim a neve. Ő a családban tanult fortélyokat alkalmazva segít ellazulni, relaxálni nekünk. Ez nem igazán tartozik a gyógyító masszázs kategóriába. Érdemes kipróbálni. Semmi máshoz nem hasonlítható kellemes élményben részesülünk. A parti masszőrök meglepően jól értik a dolgukat. De hát kinek ne esne jól egy finom masszázs a hullámzó tengerpartján? Kim asszony specialitása a forró lávaköves masszázs. Ám mivel egyedül ő alkalmazza a szigeten, és ősi titkos módszer, nem engedte, hogy felvegyük a kameránkkal. Mónikától megtudtuk, hogy a lávaköves masszázs a szülés után jót tesz a kismama hasfalának. Kim titka, hogy az olaj, amit használ, különleges gyógynövények kombinációja, és jótékony hatása van a bőre, kötőszövetekre, izmokra és inakra. Miután kellemesen ellazultunk, jól esik az úszás a kristálytiszta tengerben. Következő utunk Rong mesterhez vezet. Az ő módszere leginkább a csontkovácsokéhoz hasonlít. Egyedi sajátossága és talán legnagyobb értéke a kimozgatásos technika, mellyel minden hozzáférhető izomcsoportot és ízületet célba vesz. Ezeket a kimozgatási technikákat hazánkban csak orvosi egyetemet végzett kiropraktőrök alkalmazhatják. Rong alapvetően csak táj férfiakat masszíroz, de Mónikával kivételt tett régi barátságukra való tekintettel, aki el akarta sajátítani Rong kemény stílusát, technikáját. Ez a masszázs jóval erőteljesebb, mint az eddigiek. Komolyabb fizikai behatások érik a testet, az ízületeket, csigolyákat. A has masszírozása során a mester egyenesen a belső szerveket veszi célba ujjaival, és közben elzár, illetve megnyit különböző energiacsatornákat. Rongmesternek vannak egészen elképesztő fogásai is. A masszázs legfontosabb része mégis a negatív energiák elvezetése, melyre többféle technika is létezik. Rongmester erőteljes mozdulatokkal a fejen keresztül, a fül mellett vezeti ki a rossz energiákat. Ezzel a masszázzal Rongmester szerint vigyázni kell, mert nem mindenkinek egyaránt hasznos. Ezért ő mindig gondosan megvizsgálja, alkalmas-e a vállalkozó szellemű alany a veszélyes nyújtó és ropogtató akcióra. A teljes ellazuláshoz pedig az alany bizalmára is szükség van.
következő fogást ugyanolyan meglepő volt átélni, mint látni, s nekünk a látványon kívül még az ijesztő hanghatásban is volt részünk. Ezeket a technikákat senkinek sem ajánljuk, hogy otthon kipróbálja. Charatmester a hagyományos táj orvosi masszázsmestere. A helybéli lakosok és a szigetre látogató turisták nagy kedvence. 25 éve tanulta a masszírozás tudományát a Wat Pho-ban. Míg a Wat Pho féle hagyományos masszást pontnyomással, ruhában végzik, Charatmester olajat is használ a masszázshoz. Monika is ennek híve. Az indiai eredetű jóga filozófia szerint az életenergia, a prána, a belélegzett levegőben és az elfogyasztott ételben rejlik. A szervezet az energiavonalak hálózatán keresztül kapja meg ezt a létfontosságú energiát. Az energiavonalak láthatatlanok és anatómiailag nem igazolhatóak. Úgy képzelhetjük el, mint egyfajta második bőrt, egy második testet a fizikai test mellett. A thai-masszázs hatékonyságának titka az energiarendszer kiegyensúlyozásában rejlik. Az energiavonalak masszírozása áttörheti a gátakat, serkentheti a prána szabadon áramlását, és segíthet az általános egészségi állapot helyreállításában. Elmélete hasonló a kínai akupunktúra és akupresszúra, valamint a japán shiatsu rendszeréhez, mely a kínai mintákból fejlődött ki. Az energiavonalakat e rendszerekben meridiánoknak hívják, a rendszerek elméletét azonban homály fedi. Mivel Monika is tanult a Wat Pho-ban, és minden évben visszatér mestereihez újabb titkos, egyedi technikákat elsajátítani, gyorsan ki is cserélik tapasztalataikat. Kiderült, hogy még egy sokat látott öreg mesternek is lehet néha mutatni valami újat. Charat sem hagyta abba a tanulást, és a hosszú évek alatt ő is elsajátított jó néhány sajátos fogást azoktól a masszőröktől, akikkel találkozott. A tájemberek alapvetően zárkózottabbak, és általában nem utaznak. Mivel Monika faráng, vagyis idegen, több lehetősége adódik újabb és újabb mesterek felkutatására, és minden évben kicserélik az előző évben szerzett tapasztalataikat, új ismereteiket. Ez a hagyományokon alapuló tanulás alapja. Nem véletlenül On mamával búcsúzunk, hozzá különös kapcsolat fűz minket. Ő volt Monika első tanítómestere, s az ő hatására fogott bele a thai-masszázs tanulásába. Amikor Monika 7 éve először járt itt a szigeten, a néni szomszédságában szállt meg. S mivel a néni fia épp akkor halt meg, amikor Monika megérkezett, a néni különös égi jelnek vette ezt a találkozást, és azóta unokájának tekinti őt. Talán egy másik vallású embernek nehéz megérteni, a buddhisták mélyen hisznek a karmában, a lélekvándorlásban. Mama egy különleges, jóságos öreg néni. Mélyen vallásos, amit az is bizonyít, hogy ő az egyike azon idősasszonyoknak, akik a templomban imádkoznak az emberekért és a lelkekért. A férje halász volt, mama pedig egy ideig a tintahal szállításából és kókuszgyűjtésből élt. Amikor a turisták felfedezték a szigetet, a masszázsból tartotta el magát. Mindenki szereti, egy csomó kisgyerekre vigyáz, ha a szülők nem érnek rá. Sajnos néhány éve csípő és combnyaktörést szenvedett, de hála erős szervezetének és a sok masszázsnak újra a régi, és még mindig hihetetlenül hajlékony. Thaiföldön rendkívül népszerű a betegségek megelőzésére kiváló talpreflexológia. Monika, hálából a sok jóért, amit mamától kapott, Bangkokban tanult talpmasszázsban részesíti idős mesterét, amit mama láthatóan nagyon élvez. Monika szeretné mesterét a lehető legjobb formába hozni. Ezzel a masszázzal felméri egészségi állapotát, és a diagnózis felállítása után, ha szükséges, megismétli a kezelést, de akkor már csak a megfelelő területekre összpontosít. A szokásos összetevőket Európából hozott illóolajokkal egészíti ki, ezzel is fokozva a hatást. A thai talpmasszőrök módszere különbözik az általunk ismert hagyományos reflexzóna masszástól. Először kimozgatják a lábat, kilazítják minden irányból, majd a főbb energiapontokat hüvelykújjal megnyomva elindítják az energia gyorsabb áramlását. A teljes lábfejet megdolgozzák, ellentétben a reflexzóna masszázzal.
Visszatérőek az ellazító, nyugtató simítások, amelyek a salakanyagokat a nyirok keringésbe vezetik. A tégfából készült pálcikával először feltöri a lerakódott húgykövet, salakanyagokat, majd meghatározott sorrendben végignyomkodja a főbb szervek akupresszúrás pontjait. A táj talpmasszázsban nem gyorsítják vagy lassítják az adott szerv működését. Ezt a szervezet öngyógyító képességére, a homeosztázisra bízzák, mely mindenkiben működik, és a masszázs végére be is indul. Ezt újabb simító mozdulatok követik, majd a lábszárakat dolgozza meg, ami nagyon kellemes, relaxáló érzés. Mivel a lerakódott salakanyagok gyorsan bekerülnek a vérkeringésbe, gyakori, hogy a páciens a masszázs végére annyira elfárad, hogy el is alszik. Ezért nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás a masszázs után. Miután a lábakkal végzett, Mónika törölközőbe tekeri őket, és a biztos hatás érdekében még egyszer átnyomkodja a megfelelő akupresszúrás pontokat. Mama hiába is tagadja, hol fáj, hű tanítványát nem tudja becsapni, saját talpa elárulja. Még sokáig lesz lehetőségünk találkozni a kedves idős mesterrel.